Sziasztok! Ebben a videóban az otthoni fotózásról fogok beszélni. Most nagyon sokan rekedtünk karanténban, ez szuper alkalom arra, hogy otthon fotózunk, esetleg megtanuljunk fotózni, vagy hogyha már tudunk, akkor gyakoroljuk ezt. Ezek a képek nagyon értékesek lesznek most akár azoknak a családtagjainknak, akikkel nem tudunk találkozni, illetve később is lesz egy emlékünk erről az extrém időszakról, és a gyerekeinknek is lehetnek erről szuper fényképeik, úgyhogy mindenképpen ajánlom, hogy fotózzatok ilyenkor. Ezek a tippek, amiket fogok adni, ezek bármilyen eszközzel használhatók lesznek, de lesz néhány kifejezetten fotótechnikai tipp is a végén, de a videónak a nagy részét akkor is tudjátok használni, hogyha mobillal fotóztok. Az első felében beszélni fogok különböző beállításokról, fényekről, egyebekről, amikre érdemes figyelni. A második részben pedig majd képeket fogok mutogatni, hogy hogy is néz ki mindez a gyakorlatban. Ami a lakást illeti, nem kell kifejezetten fotogénnek lenni a lakásnak, vagy hatalmas nagynak. Lehet egészen kicsi terekben is szuper képeket készíteni. Minden esetre fel kell fedezni friss szemmel a lakást, hiszen a legtöbb esetben az otthonunkat nem úgy nézzük, hogy hogy is lehetne ott fényképezni, én is elég ritkán fotózok nálunk otthon. Igazából jól kell csak használni a teret, még akkor is, ha esetleg nem túl nagy. Érdemes elpakolni vagy kikomponálni a különböző zavaró elemeket, adott esetben bútorokat a képről, vagy ha másképp nem megy, akkor egészen szűk portrékat is lehet készíteni. Nekem most egy olyan projektem volt, ezt találtam ki magamnak, hogy megörökítettem a kislányomnak egy napját a karanténban. Nyilván lehet ez más projekt is, nem kell feltétlenül ennek lennie, amit csináltok. És nem is muszáj egy nap megcsinálni az összes képet, én is egyébként két nap csináltam meg, egy délelőtt meg egy délután, illetve még más napokról egy-egy képet hozzáadtam, és az adott ki egy egészet, egy ilyen fotóesszét igazából. Ami az instruálást illeti, szerintem egy ilyen időszaknak a megörökítésénél itt nem arra kell gondolni, hogy ilyen beállított, pózolt képeket csinálni, sokkal inkább egy lifestyle vagy dokumentarista irány az, amit érdemes követni, tehát a természetes vagy annak tűnő, picit megrendezett pillanatokat megörökíteni, és abból egy nagyon jó kis természetes sorozat tud kikerekedni. Tehát ami egyrészt azt lehet megörökíteni, ami történik ténylegesen, másrészt úgy is elő lehet ezt segíteni, vagy úgy is lehet rendezni a környezetet, hogy például úgy helyezzük el a játékokat, hogy az azokkal való játék majd valamilyen jó fényviszonyban történjen. Illetve ami fontos mondjuk, hogyha gyerekeket fotózunk, hogy ők nem nagyon tudják megjátszani magukat ilyen szempontból, főleg, hogyha picik, tehát ők akkor fognak mondjuk mosolyogni egy képen, hogyha tényleg jól érzik magukat, de mivel ti vagytok a szüleik, ezt pontosan tudjátok, hogy mi az, amin egyébként nevetni szoktak, vagy mi az, amitől jól érzi magát a gyerek, és igazából ezeket a játékokat, vagy ezeket a családi vicceket érdemes ilyenkor is elővenni, és erre az egész projektre mondjuk nem úgy tekinteni, mint egy fotózásra, hanem egyszerűen élitek a napjaitokat, aminél közben készülnek fotók is. Igazából, hogyha még nem vagy annyira gyakorlott a fotózásban, akkor lehet, hogy jobb, hogyha mondjuk a bohóckodást valaki más csinálja, és akkor te mondjuk tudsz csak a fotózásra koncentrálni, hogyha már gyakorlott vagy, akkor egy személyben is meg tudod ezeket igazából oldani. Amit még fontosnak tartok, hogy nagyon sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy vagy azt tartják a jó képnek, hogyha valaki belenéz a kamerába, ezt nyugodtan el lehet engedni, azok is nagyon szuper képek tudnak lenni, ahol nem néz valaki bele a kamerába. Érdemes ilyenkor mondjuk az egész napi rutint végigkövetni, az ébredéstől egészen a lefekvésig, és a kedvenc tevékenységeket, játékokat megörökíteni, és igazából az ezekhez kapcsolódó játékok lesznek mondjuk a kellékek, és ez azért is jó, mert hogyha mondjuk a gyerekek játszanak, akkor abba hajlamosak belefeledkezni, ellazulnak, nem görcsölnek rá a fotózásra, vagy adott esetben nem vágnak grimaszokat, hanem egyszerűen tök jól el vannak, és meg lehet őket ezek közben örökíteni.
Az otthoni fotózásnál én mindenképpen a természetes fényeknek a használatát ajánlom, ami beltéren leginkább az ablak mellett lehet jól megvalósítani, akár az ablak közvetlen közelében, vagy akár egy picit beljebb a lakásban, de ha nagyon eltávolodunk az ablaktól, akkor ott már valószínűleg még egy fehér és világosnak tűnő lakásban is elég sötét lesz. Igazából, ha az ablak mellett fotóztok, akkor érdemes arra odafigyelni, hogy ott a fényes és az árnyékos részek között nagyon nagy a különbség, és ilyenkor mindig a csúcsfényekre, tehát a legvilágosabb részekre érdemes exponálni, tehát azok legyenek helyesek a képen, és hogyha egy picit az árnyékok túl sötétek, akkor akár utómunkában is lehet rajta segíteni, de hogyha a csúcsfények kiégtek, fehérek lettek, akkor nem lesz igazán jó a kép. Úgyhogy erre érdemes figyelni. Az ablak tulajdonképpen úgy működik ilyen esetben, mint a stúdióban mondjuk egy nagy softbox, hogyha nem süt be rajta direktbe a nap, akkor szórt fényt biztosít, nagyon jól használható, és ugyanúgy meg lehet találni a klasszikus világítási helyzeteket, például a pillangóvilágítást, amikor szemből felülről jön a fény, vagy a háromszögvilágítást, amikor szintén felülről, de 45 fokos szögből jön a fény, tehát úgy érdemes helyezkedni az ablakhoz képest, hogy ezek a megvilágítási helyzetek előálljanak. Aztán lehet mondjuk felező világításban is gondolkodni, amikor pont oldalról jön a fény, vagy akár ellenfényként is lehet használni az ablakot, tehát hogy hátulról érkezzen az alanyunkra a fény. Hogyha ezeket a klasszikus megvilágítási helyzeteket keresitek, akkor nagyon, nagyon jó képeket fogtok tudni csinálni, mert hogy egyébként a fotózásban a fényeknek a használata az egyik legfontosabb dolog, és akkor lesz igazán jó képetek, hogyha a fények megfelelőek voltak. Hogyha kezdők vagytok, akkor azért arra érdemes figyelni, hogy a természetes és a mesterséges fényeket, tehát mondjuk a lámpákat a lakásban, azokat ne nagyon keverjétek, mert nem lesz különösebben szép az eredmény. Persze, ha fekete-fehérbe fotóztok, akkor ez kevésbé okoz problémát. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy ha van a fényképezőgépetekben beépített kisvaku, azt inkább ne használjátok, mert az nagyon pici és nagyon erős fényforrás, és nagyon közel van a kamerához, úgyhogy nagyon nem lesz szép az eredmény, amit biztosít egy ilyen kétdimenziós, kivasalt kép éles árnyékokkal, még néha piros szemmel, tehát ezt érdemes elkerülni. Amire még szintén jó, hogyha figyeltek, az a kompozíciós szabályoknak a követése. Tehát például a legtöbb esetben az alanyt érdemes középről kimozdítani, és a harmadoló pontok valamelyikére elhelyezni. Ez egy sokkal érdekesebb, sokkal jobb képet fog eredményezni, mint hogyha mindig középre teszitek be az alanyt. A másik ilyen szabály, amit érdemes követni, vagy hogyha nem követitek, akkor nagyon más üzenete van a képnek, az az iránytartás, tehát hogy abba az irányba hagyunk a képen több teret, amerre az alanyunk néz. Ez egyébként nem csak emberekre igaz, ez ugyanúgy lehet igaz akár tárgyakra, vagy virágokra, vagy egyéb dolgokra is. Érdemes figyelni a vágásokra. Nyilván egy dinamikusabb, természetesebb képnél beleférnek tökéletlen vágások is, tehát nem ez lesz a legfontosabb, de hogyha klasszikus szabályokat nézzük, akkor általában nagyon picit nem vágunk izületbe bele, tehát vannak olyan klasszikus vágási szabályok, amiket érdemes figyelembe venni. Hogyha meg tudjátok tenni, akkor lehetőleg az alany ne érjen egy nagyon picit hozzá a kép széléhez, mert az sem szokott túl jól kinézni. Nagyon jól lehet használni a lakásban egyébként az ablakokat, ajtókat, akár ezek keretet is adhatnak a képnek, és nagyon látványos, nagyon szép eredményt ad, vagy akár a bekukucskálásnak az érzetét kelti. Hogyha nagyon nem tetszik a környezet éppen, akkor lehet egészen szűk portréval kitölteni az egész képet, és akkor egyáltalán nem lesz zavaró, hogy mi van a háttérben. Ugyanígy érdemes részleteket is fotózni, tehát például kezeket, lábakat, szempillákat,
ezek is nagyon hangulatosak tudnak lenni ezek a képek, és ami nagyon fontos, hogyha fotóztok, akkor igyekezzetek különböző szögeket, különböző távolságokat kipróbálni, hogy megnézni, hogy hogyan működik legjobban az az adott kép. Ez ugye, ahogy helyezkedtek, a megvilágítási helyzetek is változnak. Ugye a kameraállás is egy nagyon fontos dolog, és különböző hangulatot ad a képnek, tehát lehet szemmagasságból, alulról, fölülről fotózni. Ugye az alsó-felső fotózásnak van egy olyan előnye is a lakásban, hogy ki lehet vele komponálni dolgokat a képről. Egyébként, hogyha alulról fotózunk valakit, akkor az alany dominánsabbnak tűnik, hogyha felülről fotózzuk, akkor viszont mindig a nézőnek a dominanciája érvényesül, tehát ezeket érdemes figyelembe venni, amikor fotóztok. A másik az, hogyha az otthonotokban fotóztok, még ha lehet, hogy egy picit kupis is, vagy nem a legtökéletesebb, azért néhány olyan képet érdemes készíteni, ahol a környezet is rajta van, mert ez később lesz igazán, igazán értékes. Nyilván lehet egy picit rendezkedni, tehát mondjuk a taknyos papírzsebkendőket el lehet pakolászni ilyen esetben, vagy a játékokat egy picit jobban összerakni, hogy szebb legyen a környezet, de maga a tényleges élet megörökítésének is nagyon jó hangulata van. Ami a ruhákat illeti egyébként, hogyha fotóztok, akkor érdemesebb ilyen semlegesebb, kevésbé mintás, meg figurás ruhákat választani, mert azok nagyon elvonják a figyelmet. Meg az is jó, hogyha színben összeillenek, hogyha ez nem sikerült, egyébként át lehet tenni a képet fekete-fehérbe, és akkor a kutyát nem fogja zavarni, hogy egymáshoz nem illő színek, vagy akár minták vannak. Ez sokat tud segíteni. Ami egyébként a felszerelést meg a beállításokat illeti, mert ezt is ígértem a végére, én 35 és 50 mm-es objektívvel szoktam otthon fotózni, mert ezek kisebb térben is használhatók. Egyébként valójában 55 mm-es objektívem van, de általában az 50-es az, ami inkább több embernek van. Azt érdemes még figyelembe venni, hogyha nem full frame gépetek van, hanem úgynevezett kropos, tehát kisebb szenzor van benne, akkor ezek a gyújtótávolságok 24 és 35 mm. Tehát akkor ilyen objektívekkel fogtok tudni jól beltéren fotózni, akár kisebb térben is. Én a beállításokat illetően vagy manuális, vagy rekesz prioritást szoktam használni. Az ISO-t simán autón hagyom. Ennek egyébként az is az oka, hogy nekem tükör nélküli gépen van, tehát még a kép elkészítése előtt is látom az expozíciót, és hogyha szükséges, akkor korrigálok. DSLR-nél nem szerettem annyira az autóizót használni, mert ott csak utólag láttam, hogyha esetleg elszámolta magát a gép az expozícióval. Ami a záridőt illeti, mivel az én kislányom még elég kicsi, 3 év alatt van, ezért én nem szoktam 1/250 net szekundum alá menni, mert sokat izeg mozog, tehát még akkor is, amikor látszólag megállt, akkor is mozog tulajdonképpen, és hogyha ennél lassabb záridővel fotózok, akkor simán bemozdul a képem, és ezt a legtöbb esetben igyekszem elkerülni. A rekeszemet nagyra szoktam nyitni, attól függően, hogy milyen objektív van fönt. Ezek a fix objektívjeim egyébként egy 8-as rekeszt tudnak. Ezen szoktam használni. Hogyha problémád van a fókuszálással, és nem jó helyre sikerült tenni az élességet, akkor érdemes olyan 2-8-ig lerekeszelni, és akkor könnyebben fogod eltalálni. Én egyébként egy pontos autofókuszt használok, és a szemre teszem, illetve a Milcen nagyon gyakran használom a szemkövető autofókuszt, ez az egyik legjobb funkció. Úgyhogy ez nagyon megkönnyíti az ember dolgát abban, hogy éles képet készítsen, mert hogyha embert fotózunk, és nem mondjuk a kezét, vagy a lábát, vagy ilyesmi, akkor a szem az, aminek a legélesebbnek kell lennie a képen, és mindig a kamerához közelebbi szemre kell tenni az élességet.
Ami az izót illeti, én azt, ahogy említettem, automatán hagyom, de egyébként, hogyha manuális módban fotóztok, akkor egész egyszerűen a fenti értékek alapján a jó expozíciót kell beállítani. Engem az otthoni képeknél egyébként a magasabb izós zavar, még a 800, 1600 vagy akár a fölötti, főleg, hogyha fekete-fehérben készülnek a képek, vagy átteszem őket fekete-fehérbe, mert ezeknek a képeknek még jól is áll szerintem ez a nagyobb képzaj, úgyhogy engem ez egyáltalán nem zavar. Nyers és JPG képeket is készítek, mert például ezt a sorozatot, amit bemutatok nektek, ezt fekete-fehérben készítettem el, és így a JPG-k azok már gyakorlatilag készen voltak, viszont megvannak a nyers fájlok is, hogyha esetleg később másképpen szeretném őket feldolgozni, és ez nagyon nagy segítség. Alapvetően egyébként a nyers formátumokat szoktam feldolgozni, de egy ilyen projektnél, főleg, hogyha esetleg kicsit több képet készítetek, akkor még nem kell feltétlenül az utómunkával se pepecselni, ez nem egy ügyfélfotózás, ezek saját emlékképek, és hogyha jól van beállítva a géped, és tényleg jó az expozíció, jó helyen van az élesség, akkor az ilyen képeket nem nagyon kell utómunkázni sem. Én nagyjából ennyit akartam erről elmondani nektek, és most pedig rá fogok térni a képekre. Ez az első, amit beleraktam ebbe a sorozatba, ez reggel készült ébredés után, a redőny felhúzása közben. Itt tudatosan arra törekedtem, hogy akkor készítsem el a képet, amikor a redőny, illetve az ablakkeret nagyjából három egyforma részre osztja fel a képet. Szerintem egyébként ettől működik. A kislányom mindig ilyen ábrándosan szokott kinézni az udvarra, felkelés után, és ez pont ez a kép, ez ezt a pillanatot örökíti meg. Utána következik a reggeli tápi készítés. Itt ezt a képet azért is raktam be, mert itt láthatjátok, hogy nincsen különösebben rendezve a terep. Itt a maga természetességében készült el ez a kép, nem is egy különösebben jól megvilágított részen, de ilyen esetben ez szerintem egyáltalán nem gond, hiszen ezt a természetes pillanatot akartam megörökíteni, és ez egyáltalán nincsen megrendezve, viszont az őszinteség ott látszik az arcán. Itt már ismét elment a teraszajtóhoz, és ott itta meg a tápiát. Ezt a képet elsősorban azért mutatom meg, mert lehet tényleg olyan szögeket is választani, amik az átlagostól eltérőek, tehát ez például ugye teljesen felülről készült, és a fény pedig szemből érkezik. A következő kép az beljebb készült a lakásban, egy ajtó előtt, az adja ezt a sötét, homogén, egységes hátteret. A szemben lévő becsillanásból látszik, hogy a fény az nagyjából szemből érkezett, ez konkrétan a terasz ajtóból egyébként, és a lakásnak ezen a részén már egy picit sötétebb volt, úgyhogy ez a kép magasabb izó mellett készült, és egy picit zajosabb is lett, de ez az őszinte tekintet, illetve ez az egész pillanat, ez nagyon viszi a képet, és ebben a fekete-fehérben szerintem egyáltalán nem zavaró ez a képzaj sem. Ami a kompozíciót illeti, láthatjátok, hogy nem középen van az alany, hanem a harmadolóra került, és az iránytartás is érvényesül, mert arra van nagyobb hely kihagyva, amerre az alanyunk néz. A következő kép egy természetes játékpillanat. Itt a jobb oldalon lévő teraszajtóból érkezik a fény. Én nagyon sokat fényképezek most már, mióta itthon vagyunk, itt a teraszajtóban, illetve régen mondjuk a karácsonyi eseményeket is ezen a helyen örökítettem meg, mert ez egy hatalmas fényforrást jelent, és nagyon szépen oldalon érkezik a fény. Egyébként van egy fehér kanapénk, ami látszik is ennek a képnek a szélén, ez nagyon szépen visszaderít a másik oldalról, így annyira nem sötétek az árnyékok emiatt. Ugye ez a kép is ugyanitt készült, látszik, hogy most nekünk ugye felülről
jön a fény, tehát nyilván oldalról a teraszajtóból, és a kislányom nyilván teljesen magától csinálta ezeket a nagyon aranyos dolgokat, hogy tologatta a kis legóját a lábán. Ilyenkor csak ott kell lenni és megörökíteni a pillanatot. Egyébként, hogyha valaki a földön fekszik, akkor arra érdemes figyelni, hogy a fényt vagy felülről, vagy oldalról kapja, mert hogyha alulról érkezik a fény, az általában nem szokott túl jól kinézni. A következő képet elsősorban azért mutatom, mert ez nem egy ideális megvilágítási helyzet, ugyanis a lakás belseje felé néz a kislányom, ugye hátul a konyhaszekrénynek a lámpái égnek, illetve van egy ablak is hátul, ezért ott nagyon világos, és az arca pedig sötét. Nem zavar engem egyébként ez egy otthoni képnél, és így különösen nem zavar, hogy nem néz a kamerába, de ezt erre érdemes figyelni, hogyha fotóztok, hogyha az alany elfordul a fénytől, akkor az arca sötét lesz, nem lesz rajta szép karakteres világítás, és hogyha belenéz a kamerába, az sokszor eléggé bután néz ki, mert egy sötét arc néz, és minden más sokkal világosabb. Egyébként utómunkába, ha akartok, ezen lehet picit segíteni, lehet kivilágosítani az arcot, de nem érdemes túlzásba vinni, mert akkor nagyon természetellenes lesz a hatás. A következő kép ugyanígy ennél az ablaknál készül, de már egy picit több fényt kap oldalról, és látszik, hogy egészen másképp néz ki az arca is. Itt ezt nem rendeztem meg különösebben ezeket a képeket, látjátok, hogy itt különböző tárgyak vannak a főzéshez, vagy mosogatáshoz, vagy egyebekhez. Ezzel szerintem ilyen hangulatképeknél nem kell foglalkozni. Nyilván, hogyha mindenféle konyharuhák lennének szétdobálva, meg papírzsebkendők, meg egyebek, azokat így elraknám, de azokat a tárgyakat, amik egyébként is ott szoktak lenni, azokhoz nem nyúltam mondjuk ebben az esetben hozzá. Itt láthatjátok, hogy ugyanezen a konyhapulton, hogyha mondjuk kávéfőzésre kerül a sor, és a kislányom már úgy néz, hogy az ablak felé van az arca, akkor egy nagyon szép megvilágítás keletkezik ezáltal az arcán. Itt ugye a szempillája az, ami a legélesebb a képen, de egyébként itt lehetett volna azzal is játszani, hogy mondjuk az ujjacskája az, ami éles, és akkor igazából ez a kép a kávéfőzésről szólna, így viszont inkább egy ilyen szempilla részletképnek mondanám, háttérben a virágokkal, tehát ez egy ilyen hangulatos otthoni kép lett ezáltal. Itt a teraszajtóval szemben van a kislányomnak a kis asztala, úgyhogy ott úgy ültetem le, hogy a teraszajtóból szépen kapja a fényt, és akkor így nagyon jó képeket tudok a teraszajtó felől készíteni róla. Háttérben van néhány tárgy, de mivel közel vagyok hozzá, és kicsi a mélységélesség, ezért azok elmosódnak, és nem zavaróak a háttérben. Ugyanígy, hogyha a háttérben mondjuk színes tárgyak vannak, akkor azok azért tudnak zavaróak lenni, viszont fekete-fehérben ez a zavaró rész ez eltűnik. Itt ez még ugyanaz a jelenet, különböző szögekből megfotózva, és az elkészült mű, ami egyrészt a magának a rajznak a megörökítése, ezt mondjuk még nem a kislányom rajzolta 3 évesen, viszont az én összes rajztehetségem rajta van, viszont a keze, mint részlet is meg van örökítve ezen a képen. Itt pedig a kanapéra heveredve csodálja ezt a fantasztikus papírbabás rajzot, amit készítettünk. Ez egy olyan megvilágítási helyzet, amit én nagyon szeretek, hogyha látjátok a képen az ablakot, onnan érkezik a fény, egy picit ilyen ellenfényes megvilágításban van ezáltal a kislányom, és ez nagyon szépen kirajzolja az arcformáját. Ennél a megvilágításnál nagyon jól mutat, hogyha az alany oldalról van, itt a kis reggeliét eszi, és ez is egy nagyon természetes pillanat, igazából nincsen megrendezve rajta semmi, annyi, hogy a megfelelő helyre ültettem le, ahonnan szép fény érkezik, és én is a megfelelő helyre mentem fotózni, hogy elkészítsem róla ezt a képet. Itt pedig egy közeli kép, amin a szempillája van kiemelve. És akkor lehet olyanokat is készíteni, amik tényleg ilyen vicces, spontán pillanatok. Itt nagyon tetszett, hogy a kis koszos talpa így állt a képen,
Itt nyilván nincsen semmi megrendezve, egyszerűen ezt csinálta, én meg oda mentem és lefényképeztem. Lehet egyébként úgy is használni az ablakot, hogyha besüt rajta a fény, itt van rá egy példa, tehát itt nagyon szépen átvilágít ezeken a tulipánokon, szeretem az ilyen képeket, sőt, a kislányomat is ide hoztam, és róla is készültek képek. Hogyha megnézitek, itt őt ugye nem süti direktben a napfény, az ő arca azért viszonylag világos, mert egy világos konyhapultunk van, amiről visszaverődik a fény az arcára, látszik is a szemében a konyhapultnak a becsillanása, és ezért az ő arca meg van világítva elég erősen, és ezért tűnik annyira sötétnek a háttér, mert ugye az expozíció az a világos részekre van beállítva, és mivel azok nagyon világosak a háttérhez képest, ezért az teljesen besötétedik. Ezt érdemes tudni, meg erre érdemes figyelni. Így egyébként egészen világos hátterek is tudnak sötétnek tűnni ezáltal. Ugyanitt készült még ez a kép, itt a tulipán van a tulipánon van az élesség, és nagyon hangulatos szerintem maga a pillanat. Ez a kép pedig már egy alagútban készült, amint az látható, kellőképpen zajos is, hiszen ott eléggé sötét volt, és hogyha nem lenne fekete-fehér, akkor viszonylag sokat kéne utómunkázni, hogy valamit ki lehessen belőle hozni, ugyanis ez egy zöld alagút, és kellőképpen zöld volt tőle a kislányom is, meg egyébként az arca is elég sötét volt, úgyhogy itt utómunkában egy picit az arcán világosítottam. Itt pedig látszik, hogy mennyivel szebbek a fények, amikor már bújik ki az alagútból. Ugye itt szemből kapja a fényt a teraszajtóból, de viszonylag távolabb van tőle. Itt pedig közelebb van az ablakhoz, látszik, hogy sokkal alacsonyabb az izó, és sokkal kevésbé zajos a kép. Ezt pedig azért mutatom, mert hogy ilyen közeli portrékat érdemes készíteni az olyan helyeken, ahol esetleg picit zajosabb a háttér. Nem lett volna muszáj ennyire pici mélységélességgel fotózni, itt egy kicsit szűkíthettem volna a rekeszt, de látszik, hogy a kamerához közelebbi szeme éles, a távolabbi pedig már nem, sőt, még a közelebbi szemén is a szempilla már nem éles, mert annyira pici volt a mélységélesség. Tehát egyébként ilyen közeli portrékhoz egy 2-8 három és feles rekeszre érdemes lerekeszelni, hogyha szeretnétek, hogy az arcnak több területe legyen éles. Ezt pedig a szerencsétlen vágásra hoztam példának. Nagyon aranyos volt a kislányom, ott bujkált a szekrény mellett, viszont annyira dinamikus volt a jelenet, hogy a komponálásnál nem nagyon sikerült úgy elkapni, hogy megfelelő legyen a kompozíció, és ezeket az ilyen a kéznek az elvágását, vagy új végek levágását, bokánál elvágást, ezt azért érdemes kerülni. Egyébként az arca viszi el ezt a képet, és egyébként az arra is jó példa, hogy mindenféle csiricsári színű ruha van rajta, ami fekete-fehérben egészen semlegessé válik. Az apja öltöztette reggel. Itt ezt a képet megint csak azért tartottam meg, mert egyébként nagyon-nagyon aranyos, viszont itt se annyira szerencsés a vágás, ugye az egyik kezénél az ujjai le vannak vágva, a másiknál pedig a könyökéből csak egy nagyon pici van levágva, ez nem annyira jó. Egyébként ez a megvilágítás szempontjából ez a tipikus felező világítás, tehát látszik, hogy az arcának az egyik fele fényes, a másik fele pedig árnyékos, onnan oldalról a teraszajtóból kapja a fényt. Egyébként együtt tudok élni azzal az új levágással egy-egy ilyen képnél, bár igyekszem olyanokat válogatni egyébként, amik kompozíciós szempontból is ideálisak. Egyébként maga a harmadolás meg az iránytartás az megvan a képen, tehát nem egy rossz kép, de lehetne egy picit szebben vágva. Ez pedig egy félig meddig beállított kép egyébként, itt megkértem a kislányomat, hogy csücsüljön le oda. Én nagyon szeretek ilyen képeket készíteni, amik így közvetlen az ablak mellett vannak. Ezek akkor működnek, hogyha az alany körülbelül ennyire van befelé fordulva, vagy teljesen profilból látszik, esetleg kinéz az ablakon. Ezek akkor nagyon jól működnek, hogyha ránk néz, akkor nagyon sötét lesz az arc. Lehet deríteni egyébként akár fehér vagy ezüst derítőlappal, vagy egy fehér lepedővel, vagy törölközővel, vagy bármilyen világos dologgal vissza lehet deríteni, és akkor úgy is meg lehet fotózni, hogy felénk néz.
hogyha nem akartok ilyen plusz kelléket használni, akkor viszont érdemes profilból fotózni. Ez pedig csak egy természetes pillanat, amit szintén magától csinált. Itt ugye próbáltam instruálni valamire, hogy mit csináljon, és ez volt rá a válasz. Nekem ez is nagyon tetszett, úgyhogy én ezt le is fényképeztem. Itt pedig mindenféle bohóckodás ment a teraszon. Ezek nyilván nem instruált képek, ezeket magától csinálja a gyerkőc. Érdemes csak úgy ott lenni és megörökíteni azt, amit csinál. Sokat játszottunk azzal, félig meddig instruálva, hogy a terasz ajtón kifele is, meg befele is benézett. Ugye ezt a karantén kapcsán ezt a bezártságot per kiszabadulást próbáltam feldolgozni ezeken a képeken, és erről csináltam elég sokfélét, amiből néhányat ide is beválogattam. És itt a fényeket is érdemes figyelni, ugye itt én fotózok belülről, és viszonylag egy ilyen nagyjából felező világítás látszik az arcon. Ennyire sötét az arc, hogyha teljesen benéz, hiszen nem kap az arc fényt, bent sötét van ahhoz képest, ami kint van, viszont hogyha kint vagyunk az erkélyen mondjuk, és befelé fotózunk, akkor ennyire szép megvilágításokat tudunk kapni. Ugye ezek akkor mutatnak jól ezek a képek, hogyha például tényleg valahogy látszik az, hogy üvegen keresztül fotózunk, akár a tükröződésből, akár abból, hogy oda tapadnak a kis kezek. És ezt nagyon élvezte a kislányom, úgyhogy ott bohóckodtam neki kint, és nagyon-nagyon cuki volt, úgyhogy nagyon szuper képek készültek róla, itt pedig elbújt előlem. Ugye az elbújást meg a grimaszolást is lehet egyébként használni, mert a grimaszolásba is belenevetnek, akkor kell őket fotózni, amikor épp nevetnek. Itt ugye kikukucskált, tehát itt lesben álltam, mert nyilván elbújkált a szék mögé, és akkor, amikor kikukucskált, akkor elkészítettem róla a képet. Itt ugye nagyon gyorsnak kell lenni ilyen esetben. Itt pedig szintén magától hevert a földön, ezt is lefotóztam, nagyon szép fénybe van. Maga a ruhája, ugye egy pókemberes pulcsi van rajta, az nem különösebben szép, és egyébként, hogyha színes lenne a kép, akkor a piros pókember teljesen elvinné a figyelmet az arcról, így viszont egyáltalán nem zavaró véleményem szerint. Itt pedig megint bent vagyunk a konyhába, egy kis kakaó készítés közben, megint csak természetes cuki pillanat, és utána pedig a konyhapulton történt a kakaónak az elfogyasztása, oda értelemszerűen én raktam fel a kislányomat, részben a fényviszonyoknak az illusztrálására is, hogyha látjátok, akkor ugye oldalról, hátulról, a teraszajtóból jön fény, és szintén oldalról, az ablakból, az arca viszonylag árnyékos. Ugyanígy itt a kis kakaóját, itt megint csak egy ilyen részletfotózás történt, nagyon kedves pillanatnak a megörökítése, és mutatom azt is, hogy milyen az, hogyha kifelé néz az ablakon, tehát egy ilyen viszonylag ideális megvilágítási helyzetbe kerül. Hogyha ablakot használtok, akkor tényleg érdemes arra bátorítani az alanyt, hogy nézzen ki rajta, mert nagyon-nagyon szép lesz a fény az arcán. Itt pedig megint ott vagyunk hátul, főzés közben. Itt a ruhánál is direkt úgy hagytam kikapcsolva a bodyt. Nem akartam semmilyen idealizált világot teremteni. A kislányom sokszor így van, időnként picit leeszi magát, aztán nem cseréljük 2 percenként ki a bodyját, csak időnként, amikor már nagyon leette. Szóval itt ezt a természetes pillanatot akartam meghagyni. Itt pedig már fönt vagyunk a szobájában, újabban szeret mindenre fölmászni, és ezt is meg akartam örökíteni. Úgyhogy engedtem is neki, meg egyébként is szoktam engedni, csak hát figyelek rá, hogy ne essen le. És itt kifejezetten alsó kameraállásból fotóztam, hogy azt érzékeltessem, hogy fölmászott. Ez nem olyan magas ez a szekrény egyébként, de egy ilyen alsóbb kameraállás az rögtön tudja érzékeltetni azt, hogy az alanyunk valahová fölmászott. Ha megnézitek, ez már ugye itt egyszerűen fölálltam, itt már nem látszik, hogy magasan van, bárhol lehetne tulajdonképpen. Itt ugye nagyon élvezte ezt, hogy a nyuszikáit dobálta le, úgyhogy erről is készítettem pár képet. Itt ezt a képet azért is tettem be, mert nem annyira szerencsés, hogyha a végtagok a kamera felé állnak, legyen az kéz vagy láb, mert egyrészt fellép egy ilyen rövidülés, ilyen kicsit torznak tűnnek a végtagok, másrészt pedig főleg a nagyobb látószögű objektívek, vagy akár a mobil lencsék,
nagyon nagynak mutatják azt, ami közel van a kamerához. És ilyenkor mondjuk egy láb az irtózatosan nagynak tud tűnni. Persze lehet ezzel játszani, meg lehet tudatosan használni, de itt mondjuk szerintem sem a rövidülés, sem a lábnak a mérete nem annyira szép. Tehát ilyenkor, hogyha mondjuk törökülésbe ülne, akkor sokkal jobban néz neki a kép. Itt pedig ezt tükrös képet szerettem volna készíteni, megkértem a kislányomat, hogy nézzem bele a tükörbe, nagyon cuki volt, mert ráadásul ilyen kis nyuszisra csinálta az arcát, miközben a nyuszis tükörbe nézett, úgyhogy szerintem ez emiatt nagyon aranyos lett. Itt pedig a fürdőszobába megy be, itt besütött az ablakon a fény, és én ezt direkt kihasználtam, tehát itt kifejezetten arra instruáltam, hogy menjen be a fürdőszobába, semmi másra, és kihasználtam ezt a nagy fényárnyék különbséget, hogy egy ilyen képet elkészítsek, illetve az ajtót keretezésre használtam. Ez a kép fekete-fehérben működik a nagyon világos és a nagyon sötét részek miatt. Én nagyon szeretek ilyen jellegű képeket készíteni. Itt pedig ez arra egy példa, hogy lehet egészen szűk térben is fotózni, ez az előszobánkban készült, szintén a kislányom így próbálja fölvenni a cipőjét, még inkább így szokta csinálni, ahelyett, hogy leülne és megpróbálná fölvenni, úgyhogy ez ennek a szakasznak egy ilyen megörökítése tulajdonképpen, és hát itt lehet, hogy rossz szülőként, de néha én is adom neki a tabletet, különböző játékokkal. Ezt arra raktam be példának, hogy itt a nagyon lassú volt az áridőm, és ezért például a kezebe mozdult. Most a fejét egyébként valami miatt nagyon fixen tartotta, ezért egyébként nem lett rossz a kép, mert a feje nincsen bemozdulva, csak a keze, és így látszik a mozgás, amit végez, tehát ez nem lett emiatt egy rossz kép, de ilyenkor jó eséllyel mondjuk a fejét is bemozdítja, és akkor viszont már nem lenne jó a kép. Úgyhogy érdemes a záridőre figyelni, amit mondtam az első felében az adásnak, hogy egy 1/2-50-eddel már meg lehet általában élesre fotózni, hogyha nem ugrál az ágyon, vagy nem valami nagyon dinamikus mozgást végez. Itt ugye ugyanúgy a teraszajtóval szembe tabletezget, különböző szögekből megörökítettem azt, hogy mit csinál. És végül a szoba közepéről is mutatok egy képet, itt ennél az asztalnál nagyon szeret játszani. Oldalról a teraszajtóból jön a fény, itt már picit sötétebb van, tehát itt egy már megint csak egy magasabb bizóra van szükség, tehát nem feltétlenül a legideálisabb hely a fotózásra, de itt nagyon szeret játszani, és ennél az üvegasztalnál egyébként kifejezetten érdekes képek is készültek már. Ennyi igazából, ennyi képet hoztam most. Készítettem még a fürdésről, meg a lefekvésről is képeket, de azokat most ide egy ilyen videóba nem szeretném belerakni. Nyugodtan meg lehet ezeket is a nap elejétől a végéig örökíteni. Végére is értünk a képeknek, remélem, hogy tetszettek nektek. Hogyha van bármilyen kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel itt kommentben, illetve hogyha szeretnétek majd még több ilyen videót nézni, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, illetve kövessetek Instagramon, ott folyamatosan adok fotótippeket, elsősorban sztoriban, de posztokban is rengeteg van, a dreamworldphoto.hu Instagram accountomat tudjátok követni. Sziasztok!